Kedves nézőink, unják, tudom. Péntek van, mindjárt 9 óra. Akkor Seres Attilát köszöntöm. Jó reggelt, szervusz Attila. Jó reggelt, remélem azért engem még nem unnak a kedves nézőink. Ez csak ezt a szöveget. Engem sem unnak, téged sem unnak, minket sem unnak. Hát ugye megváltozott a háttér mögötted, megérkeztél. Milyen újból itthon lenni? Otthonról hazajönni, vagy itthonról? Na jó van. Hát igen, aki nem követte esetleg a korábbi hetek bejelentkezéseit, az előző 2 hétben Izraelbe jártam, és ott töltöttem 2 remek hetet a családommal, az unokáimmal, és most megint itthon vagyok, és nekem így is jó. Én itt is szeretek lenni. Jó, úgy vagy te is, Isten igazából, mint Kónbács, hogy legjobban persze útközben érzed magad. Gondolom én. Jó. Nem. Őszintén megmondom, nem. Hogy már nem. Hát azért egy bizonyos kor után az ember már szeret egy helyből. Jó. Mit tapasztaltál? Tehát osszuk meg a nézőkkel, hogy működik az ország sokak örömére, nem annyira sok, reméljük nem olyan sokaknak a bánatára. Működik az ország, mármint Izrael. Minden rendben van, minden szép, minden jó. Izraelben semmi sincs rendben. Izrael ezt akartam hallani. Izrael a balágánok földje, ahogy egyébként általában a zsidó közösségeknek a jelentős része sem a kifejezett poroszos rendezettségről híres. De hát én azt szerettem ott is, mint általában a zsidó közösségekben, hogy megy a nagy kavarás, látszólagos rendetlenség, de a végén valahogy mindig minden a helyére szokott kerülni. Én erre mindig a szarvasi vasárnap reggeli indulásokat szoktam elmondani, tulajdonképpen az volt az első ilyen közösségi élményem, és aztán azt láttam, hogy ez egyrészt világszerte, másrészt pedig konkrétan Izraelre is érvényes. Mindenki, 9 óra előtt, 10 perccel még mindenki, sőt még 5 perccel is még mindenki futkorászik, hogy Pistike, Jónáska, melyik buszra szállsz, nem megyek, hol a táskád, hol a testvéred, senki sem tud semmit, és 9 óra 00-kor, hogyha egy drótot meghúzzanak, egy zsinort meghúzzanak, minden a helyére kerül, mindenki a helyén ül, és a buszok elindulnak Szarvas felé, a felethetetlen élményszerző táborba. Hát tulajdonképpen az én számomra ez Izraelben is nagyon hasonlóan áll a helyzet. Talán aki követte az eseményeket, emlékezhet rá, hogy az indulásom előtti napokban elég sokat nyávogtam, hogy még nincs meg az engedélyem, mert hát Izraelben nem lehet csak úgy bejutni most, mert most egy kicsit könnyebb egyébként 16-ától, mert Magyarország átkerült a narancssárga csoportból a sárga csoportba, de amikor én mentem, akkor csak konzuli engedéllyel engedtek be Magyarországról embereket, és a konzuli engedély megszerzése az pedig hát egy szarvas induláshoz hasonló balagán volt, de ezzel együtt az indulásom előtti órákra minden papírt sikerült megszerezni, és minden összeállt. Jut eszembe, te most hazajöttél, akkor most otthon is karanténban vagy? Vagy nem. Hazafelé nincs karantén, tehát hazafelé respektálják az oltottságomat. Úgyhogy nincs. Egyébként talán hasznos információ, hogy aki Izraelből utazik Magyarországra, hát egyrészt most Magyarországon még jobban könnyítettek az izraeli turisták számára, olyannyira, hogy már az Elál is elindult, 19-től már az Elál is heti 4 járatot indít Ben Gurion és a Liszt Ferenc repülőtér között, de eddig sem volt azért olyan vészes, mert ilyen biznisz meghívó levéllel, amit tulajdonképpen bárki írhatott a saját rokonának is, hogy üzleti út, hogyha valakinek üzleti útja volt, akkor tulajdonképpen semmilyen korlátozás nem volt eddig se. Tehát Izraelből lehet jönni Magyarországra különösebb nehézségek nélkül. Jó.
Azt szeretném tőled megtudni, hogy most Izraelben mit tapasztaltál, például Irán kapcsán, merre mozdul el a kormány, vagy valami egészen más utat akarnak-e választani. Ez még foglalkoztat engem nagyon. Aztán, ha jövünk haza is még. Hát ez az iráni kérdés, ez mindenkit foglalkoztat, és Irán az ott egy széles kontextusban értendő. Tehát aki nem követi annyira részletesen a politikai életet, annak a számára Irán az egy ilyen zárványként létezhet. De az izraeli valóságban az iráni törekvések azok a síita félhold kialakításának a kontextusában értendők, ugyanis Irán hatalmi törekvései gyakorlatilag arra terjedtek ki, hogy az indiai óceántól egészen a földközi tengerig uralják a terepet, és kvázi egy ilyen harapófogóba fogják Izraelt. Ez azt jelenti, hogy Szíriában nagyon erős az iráni befolyás, és a libanoni izraeli konfliktus az valójában szintén iráni izraeli konfliktus, hiszen a Hezbollah, a terrorszervezet, az gyakorlatilag Iránnak a vazallusa, Iránnak a zsoldos hadseregének tekinthető. Tehát az iráni kérdés Izraelben nagyon is mindennapos, olyannyira, hogy az ott létem idején, a múlt héten kezdődtek, és remélhetőleg csak elszigetelt esetként, Libanon felől, észak felől rakétatámadások, amik korábban emberemlékezet óta és hosszú évek óta nem fordultak elő. Ami engem ugye azért is érintett, mert én is északon voltam. Te is éppen ott voltál, igen. A gyerekeimnél és az unokáimnál, és hát ott ez komoly nyugtalanságot vált ki. Na most én úgy értékelem, hogy ezek a rakétatámadások, ezek egyfajta tesztek voltak, amivel az új izraeli vezetést, mert hát ugye Netanyahu-nál már pontosan tudták, hogy mire számítottak, tehát ott nem volt nagyon sok tesztelni való, ott eleinte tesztelték 10 éve, aztán megkapták a magukét, és gondolom, hogy most ezt az új, kicsit törékenyebbnek, ingatagabbnak látszó saláta a kormány tesztelik az iráni befolyás alatt álló terrorszervezetek, hogy mire számíthatnak tőlük. Hát Bennett verbálisan és egyébként tevőlegesen is azt gondolom, hogy jól vizsgázott, mert oda pörköltek rendesen egyből a terroristáknak, és olyannyira, hogy ott már a libanoni oldalon a helyi libanoniak, a helyi libanoni drúzok is, hát ahogy mondjam, elég keményen fölléptek a saját terroristáik ellen, hogy na ezt nem kérjük, mert látjátok, hogy akkor mire számítottunk Izraeltől. Jó, na most az a helyzet, hogy itt volt némi csúszás, ezt be kell vallani, és ezért kiszaladtunk az időből, ezért ugye mondtam neked, hogy jövünk haza, de ezt most elnapoljuk, ezt a témát, mert erre elnapoljuk el, legalább mondjuk be azt az elképesztő hírt, hogy lemondott a vasárnap.hu főszerkesztője. Igen, de ezt szerintem majd hétfőn egy kicsit erről fogunk hosszasabban beszélni, hogy... De mai hír... Mai hír, tudjuk, ezt ma olvastuk, hogy, de ezt majd kitárgyaljuk abban a kontextusban is, hogy... Sarkítva mondom természetesen, de a gonoszságot azt fönntartom magamnak. Az én nácim az nem olyan, mint a te nácid, stb. Stb. Föltűnnek, volt szélsőjobbos szerzők mindenféle portálokon, úgyhogy erről fogunk beszélgetni hosszasabban. Tegnap a Frankel Zoomján tartottam drósét, és ott pont ezt a témát választottam, ugye a megtérés hónapja, elú hónapjának a kapcsán, hogy mit kezdjünk a nácikkal, mit kezdjünk a nácik megtérésével, mit kezdjünk egymás nácijaival, hogy amálékok-e a nácik, ezeket a kérdéseket. Jó, akkor szabadon fogunk, és ha nem fogod elfelejteni, hogy mit mondtál tegnap, hétfőig nem fogod elfelejteni, márpedig nem. Ráadásul Kardos főrabbival is. Jó. Szó volt erről, ő is ott volt, jelen volt, úgyhogy izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe, mert a főrabbi urat is nagyon érdekelt. És meg fogjuk hallgatni az ő véleményét. Köszönöm, hogy itt voltál. Shabbat shalom neked. Shabbat shalom. Kedves nézőink, önöknek meg köszönjük a figyelmet. Maradjanak még velünk, lesznek érdekesebb, nél érdekesebb műsorok itt a Heti TV-ben.
Hétfőn pedig Breuer Péter fogja önöket köszönteni. Minden jót kívánunk, viszontlátásra!